Ferenc Győző fontosnak tartotta a Wikipédián így meghatározni magát: magyar költő, irodalomtörténész, műfordító. 1954. április 4. Egyetemi tanulmányait az LTBTK magyar-angol szakán végezte 1973 és 78 között, 1982-ben bölcsész doktori, 2010-ben habilitált doktori címet szerzett az irodalomtudományok tudományákban. 1978 és 82 között a Jedlik Ányos Gimnázium tanára volt, 1982 és 1993 között az Európa Könyvkiadóban dolgozott felelős szerkesztőként, ma az LTBTK Angol-Amerikai Intézetének anglisztikai tanszékén oktat, docens, 2005 és 2009 között tanszékvezető volt. 2004-ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választották, 2009 óta az akadémia ügyvezető elnöke. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnöki posztjáról 2011. április 20-án lemondott, mivel méltánytalannak tartotta, hogy az ellenakadémia, idézőjelben, a Magyar Művészeti Akadémia nevesítve bekerült az új alkotmányba. Minthogy nemrégiben nyilatkozott, mint ügyvezető elnök, valami módon már azóta ez a Wikipédia bejegyzés elavult, mert ő mégiscsak újból ügyvezető elnök. Feltehetőleg nem fogadták el a lemondását, ezt nem tudom pontosan. Mindenesetre igen, tisztességesen nyilatkozott, mikor utoljára nyilatkoznia kellett abban az ügyben, azt hiszem Konrád György ügyében. Művei, az csak azért érdekes, most felsorolom a műveit, mert ebből úgy bemutatkozik egy életmű, ha nem lenne semmi nyom. 1981. Omlásveszély. 1989. Két ív, továbbá gyakorlati verstan, verstani gyakorlatok, tankönyv, 1994. Második javított kiadás, 95. Magamtól egyre messzebb, 1997. Hol a költészet mostanában, 1999. Alacsony ég alatt, 2000. Radnóti Miklós élete és költészete. Ez egy fantasztikus monográfia, mindenkinek javaslom, ha érteni akarja, hol él, olvassa el. 2009. És Szakadás, válogatott vagy összegyűjtött versek, 2010. Bár ő nem így jelölte, de én szerintem most, amit elmondok, a 19 versből talán 16 a Szakadásból van, amelyből számos vers az előző kötetekben is szerepelt itt-ott. Olyan költőről van szó, még csak ennyit, aki nagyon keveset ír, nagyon ritkán, de ha neki lát, akkor megcsinálja. Ha majd rám végleg sötétség borul, és nem találom magam a sötétben, tapogatózom vakon botorul, s végül leroskadok magamba tétlen, megismerem-e akkor magamat? Vagy akkor is még mást fogok keresni? Akkor sem én? Mások hiányzanak? Mikor már nem lehetek végre senki? És ahogy ott fekszem, vagy valaki fekszik, látom-e majd olyan világosan, mint most, ahogy végig gondolva ezt itt, hogy nem tudom, mi az, hogy vége van. S ha kiderül, s elér kísértete, kibe botlik, s magamhoz térek-e? Az első nem tudom, mikor esett, odáig nem ér el az emlékezet, nem volt rá szó, se fogalom, nem láttam, hogy mi lógott a fogason. Másoktól hallottam, amikor már késő, hogy emlékké formáljam a kieső képeket. Miféle fogasun? Miféle szíj?
Hallottam a csattogást, a kétféle üvöltést. Féltem-e? Átragadta reám is a feszültség? Csak azt akartam, hogy engem ne üss, engem ne szígy? Vagy azt akartam, hogy őt ne? Mit csinált velem az az emlékezés előtre nyúló félelem? Egy gyerek gyakran rosszat álmodik. Nem tudom, mi volt az első, mi volt a második, vagy a harmadik, és sorban a többi. Soha nem akartam kitörölni, eszembe se jutott. Nem is lehetett. Az átok. Zavarba ejtő, szimpadias jelenet. Az ajtóból néztem, kiabáltam, hogy ne üsse. A rajzolykor előkerül egy gyerekkori dobozból, lángnyelvek festik alakját sötét vörösre, ahogy átkait szórva, keservesen tombol, mint akinek az elméje bomlott. Egy másik elme épülő fala pedig beomlott. Ezt nem mondta el neki senki, nem is mondhatta, ketten voltak otthon, és később nem beszéltek róla egymással. Erre határozottan emlékszik, és mással sem, nem mondta el senkinek, szinte biztosra veszi tehát, hogy nem képzeli, hanem emlékezik rá. A rácsos ágyban állt, de amióta csak emlékezik erre az esetre, és mindig emlékezett, kívülről kisé felülnézetből látja magát, ahogy az ágy sarkában áll, vagy ül. Ezt nem egészen érti, bár olvasott ezt-azt az emlékezés tudatműködéséről, de amikor ott állt, biztosan nem láthatta önmagát felülről, sőt, ugyanakkor emlékezni vél a szögre, amelyből látta a nyitott ajtón át a másik szoba, a konyhába vezető előszoba szeletét. Tehát két nézőpontja is van, elmondhatná tehát mindezt az egyik szemszögből, vagy a másikból. A döntésnek nem csak nyelvtani vonzatai lennének. A kezdet kezdetén kiválasztotta az egyiket, az ágy sarkában állt. Ha állt. Állva is alig volt magasabb, mint a rács. És látta a konyhába vezető előszoba szeletét, sőt a konyhába is kilátott, az öntött vas mosogatóra és a vízcsapra. Bár ez megint csak valószínűtlen. Csak tudta, akkor vagy utólag, hogy abból a szögből mit látna, szomjas volt, inni kért, valószínűleg többször is előbb halkan, aztán hangosabban, kisé nyűszítve. Valószínűleg már az első kérést is hallotta az a férfi, akivel egyedül volt, és akit nem látott, mert a harmadik szobában volt. És akit alig ismert még, hiszen két év alatt nem lehet megismerni valakit, főleg olyan zárkózott embert nem, mint az a férfi. Nem hozott neki inni, mert nem akart megmozdulni, valamivel el volt foglalva, és mindenek előtt békében akart maradni, háborítatlan magányban. Ezért kénytelen volt megismételni, hogy szomjas. Csak annyit mondott, hogy szomjas vagyok, de érezte, hogy nem kellene. Zavarja a férfit, akit nem ismert annyira, hogy kiszámíthassa, ha azt mondja, hogy szomjas, vajon hoz-e inni. Igaz, semmit sem tudott még kiszámítani, csak szomjas volt. A férfi azt válaszolta, hogy nyeljél, az majd eloltja a szomjat. Rögtön tudta tapasztalatból, hogy ez nem igaz, a szomjúság attól nem múlik el, de azért nyert. És amikor valóban nem múlt el tőle a szomja, újból inni kért. A férfi ekkor kiment a konyhába, és egy vastag falu üvegpohárban hozott neki vizet. Talán mondott valamit, talán kelletlen volt, hogy háborgatja, nem emlékezik. Ő pedig megitta a vizet, és elmúlt a szomjúsága.
Akkor sem tudta, és azóta sem tudja, hogy mit érzett. Az érzéseire alig tud visszaemlékezni. Könnyen lehet, hogy csak képzeli, hogy félt. Szégyen aligha lehetett benne. Felháborodás. Semmiképp. Legfőjebb bizonytalanság. Ahogy a korlát Miklós sorból odapisszegett, nevetett a szeme. És amikor odahajolt hozzá, ahogy, figyelj, kérdezte, meg is csináltad, vagy csak itt sétálgatsz föl alá? Ahogy behúzta a nyakát, mert válaszul fölemelte a könyvet, amit épp kivett, a jegyzetfüzetét, az egész paksamétát, hogy fejbevágja, hogy aztán a fülébe súgjon valamit, és kimenjen. Abban egy teljes élet ígérete volt. Egy egész élet ígérete, egy teljes élet minden gyönyörének ígérete. Állt tovább, amíg sorra került és beadta a könyveket, amiket visszahozott. Bár csak azt súgta volna a fülébe. Azt az egyetlen szót lett volna bátorsága, az egyetlen választ súgni. Akármit súgott, úgysem azt súgta. Úgyis. Azt miért nem lehet? Mindig akkor azt a szót, vagy azt a szót sem, csak megcsókolni a száját, hogy felragyogva nevessenek. Örökké nevessenek. Hogy szeretlek? Édes nevető szemek. Nincs értelme többé szokásra vagy jó érzésre tekintettel tagadni. Ítélet itt már úgysem várható. Felső parancsra adtam életet. Csupasz zsigereim vezényszavának engedelmeskedtem, gondolkodás nélkül hajtottam végre, amit egy feltétlen utasítás rám szabott. Eszembe se jutott ellenszegülni, sőt, magam váltam a belső parancsát, és tiszta tudattal így hittem, én akartam utódokat nemzeni, felnőtt vagy legalábbis ivarérett emberként. Nem tagadom. Fel sem ötlött bennem, hogy számolnom kell bármiféle következményekkel. Ki hitte volna? Nem tűnt olyan rossz helynek ez, ahol párolgó, sötét májvaszín ölek nyílnak, és lucskos húsfalak redőit dörgölve nyomulok előre, lúgos tejharmatot permetezve az ölmély lázasan lüktető magmelegébe. Egyetlen érző csúcsba vékonyulva türemkedtem egyetlen pont felé, és mindegy, hogy az én akaratom, vagy nem az enyém hatolt előre, semmi nem bírhatott már visszafordulásra. Nem voltam ellenállás, semmi voltam. Áramként sisteregve vágtatott át rajtam, testem összerándult, ahogy fröcskölve kiszakadtam önmagamból, pont létbe sűrűsödve. Mit törődtem én azzal, hogy mekkora szenvedést szabadítok gyenge, önvédelemre képtelen és vak lényekre, kiket majd ugyanilyen görcsös torulások löknek levegőre. Nem a szokásos testi-lelki gyötrelmektől, kivert fogak szégyenétől, tört szerelem magányos viszontagságaitól féltem utódaimat. Azokat, ha mind nem is bírhatók le, megtanuljuk tűrni, túlélni. Nagy gyakorlatunk van abban. A bőséges nélkülözés, a végszenvedés rég természetünk lett. De szenvedélyek lohadtán az elme párahomályos üvegén miért dereng át? Hogy nincs mire várni. Nincs honnan hova túlélni. Elveszett a jótét remény, a bizonytalanság, hogy hát, ha fölsejlik, mi végre kell átjutnom egy más lény szeretetének áthatolhatatlan hártyafalán. Látom, mert én nemzettem őket, és egyre élesebben kirajzolódik jövőtlen jelenük körvonala. Milyen gyönyör ígérete vakított el ennyire, hogy felelőtlenül, hozzám váltik hasonló lényeket dobtam ösztöneim űrébe veszni, hogy elég egy hullámvonal,
A test nyíló hajlásszöge és fölcsapó illata, szomjas ajkak ívelése, elég, ha bomló fürtök lebbenése alól egy fénylő szempár rám nevet, s én esztelen szívódom fel megint az ismeretlen nyírkos akarat mélyedéseibe, akiket a legjobban kellene szeretnem. Én kényszerítettem erőszakkal élni. Mikor Betlehemben megesett a csoda, tódult oda a nép kíváncsi csapata. Zsúfolásig megtelt az egész istálló, de hát nem minden nap születik megváltó. Nem szokták a lármát a bekötött barmok. Nyugtalanul kezdték rugdalni az almot. Majdnem feldöntötte egy vendég a jászolt. Szerencsére Mária idejében rászólt. Mások nyújtogatták illendő nyakukat. Nem volt ott más, csak egy szuszogó rongykupac. Így aztán a tömeg lassan elódalgott, hitte is, meg nem is ezt az egész dolgot. Búcsúzó úr Jézust megcsipkedte párszor göbös ujjaival mind a három pásztor, József pedig végre betette az ajtót, és a nagy izgalomra egy kis bort felhajtott, aztán Máriával ültek kéz a kézben, valószínűleg nem értették egészen, mit is jelent az, hogy Jézus Isten fia, és bűneiket neki kell megváltania. Így kezdődött hát ez a híres történet, jele az Úr első eljövetelének. Mindannyian tudjuk, hogy mi következett, a megváltó ellen hogyan, és kivétkezett. De vajon napjában hányszor mosson kezet, aki a gonosszal összeszövetkezett? Látjuk-e abban is Jézus folytatását, aki láthatatlan hordja keresztfáját? Lehet, hogy az írás egyben másban téved. Nem volt születés, és nem lesz végítélet. Mégis, induljunk el ezzel a jó hírrel, vigyél hát belőle, kiki mennyit bír el. Az üdvözítőnek jelenése rég volt, odafenn nyomasztó fekete az ég volt, hajlékainkhoz sem vezet aranycsillag. Mégis azt mondom, hogy figyeljünk, amíg csak odabent szívtájon. Kigyúl és világít, mert a belső fény visz igazi hazánkig. Hallj örömhírt, ember! Akárhova is juss! Karácsonykor benned születik meg Krisztus. Mikor utoljára láttam, az elmegyógyintézet elfekvő osztályán feküdt a folyosó végén, egy 4 vagy 6 ágyas szobában, a gyenge fényben mindenfelé hálóinges betegek bókláztak zavarodottan, veszélyérzetem támadt, sehol nem láttam ápolót. Bizonyára teletömik őket nyugtatókkal, de mi van, ha valamelyikük mégis rátámad a többiekre? Azt hiszem, innen-onnan kiáltásokat is hallottam, mintha szóltak volna hozzám, de akadálytalanul jutottam el a kórteremig, ahol már csak őt láttam. Bár talán, mintha a hátam mögötti ágyon is feküdt volna valaki. Nem hiszem, hogy megismert. A nevemet. Nem hiszem, hogy megismert. A nevemet nem mondta utánam. Későn értem oda, azaz későn szántam rá magam erre a látogatásra, a teremben is félhomály volt, a lepedő, amellyel betakarták, nyár volt, nem fette a testét. Vékony, átlátszó, sárgás műanyag cső lógott ki, 96 éves nemi szervéből. Szemérem dombja teljesen csupasz volt, nem maradt rajta szőrzet. Nyugtalanul rángatta a csövet, és közben azt kiabálta, hogy Bajominé, Bajominé, segíts! Nem tudtam, ki az a Bajominé.
A betegtársa, akivel egy tisztább pillanatában összeismerkedett, ami ismerve nyitott természetét, hogy milyen könnyen kötött ismerettségeket, nem tűnt elképzelhetetlennek. Nem lepődtem volna meg tehát, ha valahonnan előtámoljuk Bajominé. De az is lehet, hogy Bajominé csupán bomlott elméjének szüleménye, esetleg valaki a múltból, a gázgyárból vagy a házból egy lakó, akitől most segítséget vár, aki tudata utolsó szikrájának fényében megjelent előtte, mert így maga tehetetlenül a leépülés végső szakaszában, az eszméletlenségig elbódítva, csak tőle remélhet segítséget. Nem Istent hívta. Soha nem volt nagy templomba járó. És egyébként is, azon a helyen, abban a folyosó végi kórteremben, a zilált őszhajú öregek reszketek körmenetében Istent szólítani, maga lett volna az agylágyulás beismerése. Vagy ha nem az, akkor maga lett volna az Isten gyalázás. Nem a fiát hívta. Nem rég halott hűtlen férjét, anyját, apját, nem unokáit és nem testvéreit, nem. Még így maga tehetetlenül a leépülés végső szakaszában, az eszméletlenségig elbódítva is, tudta, hogy sem élő, sem holt, senki, akihez valaha köze volt, senki, akinek hosszú élete során cérnametéltet, vagy lebbencstésztát gyúrt, vagy sárga balacklekvárt főzött, akinek szilveszter éjszaka szerencse malacot dobott be a levélszekrény nyílásán, és akinek sem akkor, sem máskor nem jutott eszébe, hogy viszonozza feltétel nélküli adakozását, nem fog segíteni neki végső nagy bajában. Hogy kirángassa végre azt az átkozott műanyag katétert, ami annyira irritálja, hogy fölkelhessen, és végre a dolga után lásson, vagy nyugodtan pusztulhasson el a kórterem tompára szűrt fényében. Bajominé nem jött. Elindultam, hogy keressek egy ápolót, aki majd visszateszi a műanyag csövet, amelyet már majdnem egészen kitépett magából. És ahogy jöttem visszafelé vele, valami mozgolódás támadt. Egy zilált őszhajú asszony be akart feküdni valakinek az ágyába, az ágy tulajdonosa tiltakozott. A zilált hajú bomlott elméjének esztelen elszántságával igyekezett befeküdni az ágyba. Aztán valahogy elrendeződött a dolog. Csak épp magam előtt láttam, hogy az ő ágyába is bármikor megpróbálhat befeküdni. Ráfeküdhet csupasz testére. Ez az erőszakos idegen test. Fogalmam sincs, minek lehet kitéve, amikor nincs ott senki a másik rendezett világból. Így kell végeznie. Itt fog magára maradva meghalni senki, akit valaha szeretett, nem fogja majd a kezét. Nem fogom megtudni soha, mikor, hogyan, más bomlott elmék miféle küzdelmében kellett elhullania. Az ápoló valamit matatott a testén, aztán betakarta, én meg magára hagytam. Nem kaptam fel és vittem el az ölemben, nem mentettem ki, hogy teste ne lélektelenül pusztuljon el. Mert mindenkinek a környezetében, nekem is megvolt a magam észszerű, az úgynevezett normalitás világához igazodó okom, amely csak éppen felmentést nem adott. Csak éppen minden józan indok, maga volt a szánalmas vereség. Mert maga tehetetlenül, a leépülés végső szakaszában, az eszméletlenségig elbódítva is, tisztában látta, hogy teremtője nem fog segítkezni nagy bajában, hogyha még élő testét itt hagyta is a húgyszakban mumifikálódni, legalább már halott lelkét venni vissza tőle. De nem! Teremtőjét teljesen hidegen hagyta lassú elmúlása. És még ennél is tisztában látta zavaros elméjével, hogy sokkal jobb, ha meg sem ismer engem azon az utolsó látogatáson, mert én még annyira sem fogok segíteni rajta, mint lelketlen istene. És amikor már mindent elárultam, amit tőle kaptam, ahogy a műanyag csövet tépte ki magából, még akkor is volt mit adnia, hogy legalább amíg ott vagyok, ne maradjak szégyenben önmagam előtt.
Hát arra kért, hogy hívjam oda neki, ha más nem hívhatott. Bajominé! Nehéz így nekivárni az öregkornak, hogy mondta barátom nem minden átmenet nélkül, de nem annyira továbbfűzve, mint inkább félbeszakítva saját szavait, ahogy egy vendéglőből kiléptünk. Nem emlékszem, befejezte, vagy észbe kapott és elharapta a szokatlan kitárulkozás folytatását, és csak én toldottam meg magamban a hangján, hogy nehéz így nekivágni az öregkornak ilyen hitetlenül, hogy nem hiszek semmiben. Ha mondta. Hát abba hagyta, és másról kezdett beszélni. De én elhiszem, hogy nehéz. Ha kételyek sincsenek, ha meg se kísért az a másik lehetőség, hogy mégis, miért lehetne. De nem féltelek. Mert ha valami csoda folytán lépéseink láncolata itt a lenti forgatagban, mégsem szükségszerűen esetleges jelentések szóródásaként írható le, akkor te, hazatérve, a szakállas kulcsőr lelki hovatartozásodat firtató okvetetlenkedését félbeszakíthatatlan szövegfolyammal elsodorva, bebeszéled magad a metalétezésnek abba az egébe, amelyben persze akkor sem hiszel majd, amikor az angyalok hüledező karának bizonyítod be, hogy is mondjam, jelen valóságunk érveinek onnan nézve cáfolhatatlan csődjét. Nincs hova visszamenni. Az időben. Visszamenni. Nincs hova. Időben visszamenni nincs. Hova nincs? Visszamenni időben. Nincs idő. Visszamenni hova visszamenni nincs idő. Visszamenni nincs hova. Idő nincs hova visszamenni. Nem lehet visszaszálazni, elszakadt. Visszaszálazni nem lehet. Nem lehet visszagombolítani a szálat. Visszagombolítani nem lehet. Szakad az egész végig. Szakadások sorozata az egész. Szakad. Észrevétlen szakadások szövik át. Szakadások szövik át. Észrevétlen. Szakadásokból áll az egész. Észrevétlen. Szakadásokból. Soha nem állt össze, nem vetted észre, amikor elszakadt, láthatatlan széthullott, foszlányokra hullott szét, minden szál elszakadt. Folytatás nélkül elszakadt, minden szál elszakadt. Folytatás nélkül. Nincs folytatás. Ami következik, annak nem előzménye, ami volt. Nézd vissza. Ami előzmény volt, abból nem következik folytatás. Ami lesz, csak sorozatos szakadások, szakadások összefüggéstelen sora, csak elindul, kezdete van, de nincs befejezése, csak megszakad. Abba marad. Mindig abba marad. Csak kezdete van, ami folyton megszakad. Folytonos szakadás során leválik, leválik minden újabb darab. Aminek vége van, megszakad, kezdetek összefüggéstelen sora, leválik elenged, kívül kerül távoli emlék, amelyet az elme hiába tárol, leválik elenged, kívül kerül, nem rémlik fel többé az emlékek távolából, hiába idézem fel, emlékszem, hogy volt, többé nincs hozzá közöm. Mint hüllő, hidegvérrel lépek át saját levedlett bőrömön. Nincs hova visszamennem. Nincs idő. Nincs visszamennem hova. Ha visszanézek, mindenütt szakadások, szakadások, szakadatlan sora, csak elvetélt kezdetek, folytatása egynek sem akad soha, csak szakadások, folyamatos szakadások, szakadatlan sora. Ami kezdetnek indult, folytatás nélkül abba maradt, minden szakadással leszakadt belőled egy darab.
Minden elvetélt kezdetben ott van belőled egy kihűlt darab. Minden kihűlt darabban ott van az egész megszakadt sorozat. Ott van darabokra tépve valamennyi élettelen kihűlt tetem. Nincs hova visszamennem. Nem lehet hova visszafejtenem a darabjaira tépett, a rojtos foszlányaira szakadt szálakat. Minden kezdet véget ért, a vége előtt véget ért, és szétesett. Megszakadt. Nem látni, hogy honnan indult, nem látni, hogy hova vezet. Nem látni csak a szakadásokat, csak a foszlásnak indult fölfeslet részeket, részletekből kell összerakni. Részekre szakadtak. Szétszakadtak. Ha nem tudod mégis mit évő légy, nem tudod miféle évjő, nyerd le panaszaidat, húzódj meg észrevétlen a magad közelében, ahol nem kellenek szavak. Hallgasd a némaságot, ahogy a dobbanások között a szünetek csendje körülhatárol, már oda átról hoz üzenetet. A szívverések közötti rések oda túlra nyílnak, ahol mozdulatlan fölmagasodik egy kép, a napok, mozaik, szilánkjaiból. Rába György emlékének felfüggesztett viszony. A végén, miután megtörtént az elkerülhetetlen összeütközés, és engem is elért nyílt sérülésektől lüktető lelkének kivéthetetlen görcsös rohama egy rádiós beszélgetés után, amelyben a késői kisimuló költészetének újabb remeklését fenntartásokkal méltató, de korántsem fanyalgó kritikus ellenében szemrehányó sorai szerint nem védtem meg az elvárható határozottsággal, azaz viszonylagos a beszélgetésnek csupán erre a szeletére vonatkozó némaságomat, mint Babits monográfusa, teljes joggal és megtisztelő, sőt szinte hízelgő módon a Jónás könyve feltétel nélküli erkölcsiségével mérte, levélben közölte, hogy a továbbiakban, bár jóra való fiatal ember voltam valaha, nem óhajt ismerettséget ápolni velem, majd magyarázkodó válaszlevelemre olyan gorombán ismételte el megmásíthatatlan ítéletét, hogy további párbeszédnek még teljes megalázkodás árán, amit egyébként aránytalannak véltem, és nem vállalkoztam volna rá, sem hagyott helyet. És bár a méltatlan vád tagadhatatlanul mélyen érintett és felkészületlenül ért, de mégsem váratlanul, hiszen majdnem mindenkivel ugyanezt történt, elhidegülésekről, felfüggesztett beszélőviszonyokról, visszaküldött tiszteletpéldányokról és más hasonló esetekről lehetett hallani. Így hát köztünk is megszakadt minden kapcsolat. Közel kerültünk egymáshoz. Valamivel később ugyanis abba az utcába költöztem, ahol ő is lakott pár házzal arrébb, néha szembe jött velem, amikor ránéztem, sem fordult el, de köszönésemre inkább csak a szemével jelzett. Ezen nem lepődtem meg, sokkal inkább azon, hogy bár teljes körű erkölcsi megsemmisítésemet igazságtalannak tartottam, személyére a legcsekélyebb mértékben sem vittem át semmiféle indulatot, nem kezdtem másként látni őt, nem kerestem hibákat benne, sem kifogásokat a magam számára. Talán azért történt így, mert számítottam erre az egészre, ami közben mégis olyan valószínűtlen, olyan képtelenség volt,
És talán még inkább azért, mert a sértések olyan túlzóan vaskosra sikerültek, hogy nem tudtam magamra venni. A túlzások, gondoltam ezért, olyan tudattalan retorikai eszközök, amelyek épp azáltal, hogy eltávolítják tőlem a megalázó helyzetet, ki is emelnek abból, és lehetőséget teremtenek a folytatásra. Amit alátámasztani látszott az a tény is, hogy üdvözlésemet ritka találkozásainkor, ha nem fogadta is, de nyugtázta. Ennél többet én sem kívántam, ennél tovább én sem kívántam menni. Minden esetre ilyen, vagy akár hasonló eset soha azelőtt nem fordult elő velem. Ő eközben, és ez az eközben körülbelül 10 évet ölel át, megöregedett. Különféle bajok és betegségek támadták meg, egyszer az utcán a házfalak tövében bizonytalanul imbolyogva nyakmerevítőben jött szembe. Egyre soványabb lett. Csontjára ráaszott, egyre sápadtabb, szinte áttetsző papírszerű bőre, a szeme azonban élénken fény lett, egyre élettelenebb és zsugorodó testéhez képest aránytalanul óriásinak tetsző koponyájának két üregéből. Elmentem egy estjére, beszélgetés pályafutásáról egy irodalmi klubban. Utolsó nyilvános fellépése lehetett, rezzenetlen pillantással jelezte, hogy észrevett. Nem mentem oda hozzá. Aztán csak hírek jöttek, kórházi kezelésekről, átmeneti elhelyezéséről öregek otthonában. Hírek, hogy ismét otthon van, pár házzal arrébb, hírek fényes tudatának kisebb zavarairól, lehúzott redőnyök mögötti vegetálásról, napszakok felcseréléséről, kétségbe esett éjszakai telefonokról, testének lassú és méltatlan átvonszolásáról a megsemmisülésbe, amit különös ellenfénybe vontak termékeny szellemének utolsó megmagyarázhatatlan fellobbanásai, rendszeresen megjelenő versei. Végül nem tagadom, külső unszolásra felhívtam telefonon, nem rakta le. Mintha nem lett volna 10 év szünet, megállapodtunk, hogyha nem megy kórházba, meglátogatom otthon, esetleg felvételt készítünk az új holddal kapcsolatos emlékeiről. De kórházba ment. Meglátogattam váratlanul, de hogy ne érje felkészületlenül, beüzentem a folyosóról, hogy fogad-e? Kiüzent, hogy fogad. Bementem át. Álltam a hatágyas kórteremben, valaki elviselhetetlenül hangosan bömböltette a rádióját. Néztem egy elmúlt korszak egyik nagy költőjét, aki, ha ennek bármi értelme van, a 21. századra tartogatta műve befejezését, természetesen nem kronológiai, hanem retorikai értelemben, és akiről nem tudhattam, mit gondol arról, hogy ott állok. A rácsos fehér kórházi vaságy mellett a diszkrét vasrács voltaképpen hízelgő föltételezés volt a körülbelül 40 kilónyira fogyott testre nézve, mintha lett volna ereje átmászni, mozdulni se bírt, egy újságot sem tudott kézben tartani. Csak találgattam. Mihez kezd itt egész nap? Világos tudattal hanyat fekve nézi a mennyezetet átható fényes sötét szemével. Kísérőm aszubort vitt neki, jó volt elképzelni, ahogy a sűrű erős ital átjárja összeszáradt testét, de nyilván egy kortyot sem kaphatott. Váltottunk néhány semleges mondatot a hogy létéről, amelyről mindketten tudtuk, hogy arányait tekintve már inkább nem lét. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy egy félbehagyott beszélgetés folytatása volt ez, de nem számított, mi hangzik el, ahogyan az sem, hogy később hazakerült, majd megint vissza, gondolom jó darabig még azzal az átható, sugárzó, értelmes tekintettel nézett a világba, aztán a fényesség fokozatosan kifakult, homályosabb lett. Látogatásom az ő állapotában már nyilván nem jelentett sokat a számára.
És ha úgy hal meg, hogy nem tisztázzuk a köztünk keletkezett feszültséget, akkor sem történik semmi. De ha jól értem, tisztáztuk, természetesen szavak nélkül, elvégre mégiscsak a szavak emberei vagyunk, de mindez nem jelenti feltétlenül azt, hogy csalódása csökkent. Csak tisztáztuk. Úgy halt meg. Úgy élek tovább. Délután 5 felé elég bátortalanul szólalt meg, eleve olyan valószínűtlen volt, hogy éppen ezen a borús télvégi délutánon és ennek a szétrothat háznak vígasztalan belső udvarán támad kedve egy kis hangpróbára. Mert mi más lehetett, hiszen fölfelé menet az első emeleti lépcsőfordulóban, még alig érte el a hallásküszöbömet, alig vált ki a beszűrődő városi háttérzajból az a vékony és izgatott csiripelés, és csak a második emeletre érve jutott el a tudatomig, hogy mit is hallok. De túlságosan kedvetlen voltam ahhoz, hogy kilépjek a körfolyósóra és körülnézzek. Hol ül ez a magányos utcai harcos? Az Eres csatornán, vagy a hófogó csúcsán, és megnézzem magamnak, ki ez a pervers lény, ez a javíthatatlan, bigott hívő lélek, aki úgy énekel, mintha attól félne, hogy valaki mindjárt pofon vágja érte. Aki azt sem tudja, hogy a tavasznak örvendezik-e, amely még korán sem köszöntött be, sőt, ebbe a függő folyosókkal körülhatárolt udvar négyszögbe soha nem is fog. De kétség kívül megváltoztak a fényviszonyok. Valamivel hosszabbak lettek a nappalok, és tagadhatatlanul enyhébbek az éjszakák? Vagy csak esti dalával búcsúzik a naptól, amilyen a legkevésbé sincs mit búcsúztatni? Valami halvány örömre legfőjebb az adhat okot, hogy lassan leereszkedik a sötétség. És végre eltűnik a szemünk elől ez a hályokos fénytárcsa. De az örömnek ilyen viszonylagos felfogására alig ha lehet képes egy ilyen koszos rigó, amelyik nyilván nem függetlenül attól, hogy éppen ennek a háznak az udvarára szorult, képtelen eldönteni, hogy rázendítsene, vagy csak tétova jelzéseket küldjön arról, amit én például éppen fordítva gondolok. Így aztán magamra maradtam ezzel az optikai tévedés által kiváltott akusztikai csalódással, amely ugyan viszonylagos mi voltában is bizonyosan összetettebb, mint ez a valószínűtlenül vékony madárdal, de amelyből soha nem szárnyalnak fel a boldogságnak még ilyen megtépázott hangjai sem. Napok rése, évek torlasza. Mintha két rétege volna, és a külső szüntelen beomolna. Málik a magas kőfal, peregve tágul, hull magába le, darabos zokogással borul rá kettős élete. Szakadatlan ropogás fentről, jelen a vékony sávján áttör az összes salétromszagú év. Porlodó napjai vastag csomókban lerakódnak, és a múlt boltíve beroskad. Kezét arcára tapasztja, ha megrendül újuló robaja lezúduló évtizedeknek. Csikorog fogai közt a homok. Hajszál repedéssel erednek ismét az esték, és hajnalok. Rázkódik, zuhog a klőtörmelék, rést torlasz, amerre lép. Mit kezdjen ideje szilánkjaival? Szemcsés fénygerenda vibrál átlósan, éteri választóvonal. Kétfele élni nem bír már tovább. Kisebbségben. Szerte nézett, s nem lelé. Én a határaimon túlélek.
olyan birodalmat kell szolgálnom, amelynek a népe tőlem egész idegen. Nem értem a nyelvét, és a szokásai viszonyogtatóak. Hagyományaihoz nem köt nevelés, hagyományai rég feledésbe merültek. Isteneit nem tisztelem, ünnepeit nem ülöm meg. Törvénykönyve, paragrafusok temetője, viszonyainak bolyhos szövedékén nem tudok eligazodni. A pénz fizetőeszközből önérték lett, az erény idióta rögeszmévé silányul, bejelentett lakóhelyem itt van. Azonban emlékezetem mélyére hatolva se tudom felidézni, hogyan kerültem erre a vidékre. Nem kamion használt ruha szállítmányának alján menekülve, nem értek tetten határsértés közben. Nincs hova visszatoloncolni, pedig semmi se köt ide. Érvényes az útlevelem, dokumentumaim rendben vannak, elmehetek, ha akarok, hogy más, szabadabb levegőt szívjak, esetleg hasznomat is vehetik és befogadnak, egy ugyanilyen, vagy alig más országban. Kettős állampolgár lehetek, aki vissza se jár, legfeljebb látogatóba. De jaj, sose léphetem át a határaimat, sose látom meg feltérképezetlen földjét a hazámnak, ahonnan elindultam, és hova tartok azóta is. El van zárva előlem örökre. Képzeletem nem idézi fel napját, csillagait, kötpára fátyolán át zöldből kékbe derengő tájait, tornyos városainak utcakövét sem. Nem tudom, milyen égő alá esik, s ha vannak, akik lakják, megértetni magam hiába akarnám velük. Anyanyelvem holt nyelve sosem lesz. Idegen szavakon üzennek kihüvelyezetlen álmaim is. Ha vakvilágom sötétje kihúny ide lent, és átbukom önmagamon valahogy, az Isten se fog azonosítani a cellukszal átragasztott okmányok nadrág zsebben kimosott igazolványképeiről, s míg szárad az üvegezetlen ablak elé kifeszített kötélen az ingem a szélben, mesztelenül fekszem az emeletes vaságy sodrony matracán, és nézem a mennyezetre felköpött csikkeket. Az én Istenem nem személyes Isten. Nem várom, hogy személyemben segítsen. Sosem jutalmazott, de meg se dorgált, a teremtéssel elvégezte dolgát. S ha létezik is még a maga módján, azóta félek, nincs sok köze hozzám. Megyünk a magunk útján mind a ketten. Az én utam is kifürkészhetetlen. Ha kisüt a télvégi nap, és gyümölcsöt ennék, szilvát vagy cseresznyét, szívnám, ahogy a barack felhasadt bőrén leve csöppen. Ha a barna faágokat hajnalra megcsípi a fagy, de bátortalan végükön fenn, már ragacsos rügy fakad. Ha az éles napsugarak az útra még ferdén hullanak, de a vékony pocsolya felenged, és cseppfolyós tükörként szikrázza vissza a tört fényt, ha csattogva megelevenednek a bokrok, és nyers föld szagát hozza a szél, és hirtelen nehéz lesz a kabát. Ha kisüt a télvégi nap, és megindulnak a nedvek, az újjászülető gyötrelem csorog át szikkadt ereimen, csak az üresség feszít, és szomjúság folytogat, hogy nem fogom kezembe arcodat, és többé nem nevetnek rám résnyire húzott zöld szemeit. Lebegő lélek látogatása kapuai szálkás tórajz. Futkosnak szana szét, mintha keresnének valamit könnyű ujjaikkal sebesen, átkutatják rongyaikat, gyűrött leplük alá nyúlnak,
és görcsösen összeszorított töklüket, vagy ernyetten kiforduló tenyerüket, betemetett árkokkal barázdált homlokukat, vagy puffadtan kisimult arcvonásaikat, koszos szürkén szétterülő hajukat, és aránytalanul dudorodó koponyájukat gyorsan, remekve végig simítják. De ha valamelyik megmozdítja szemhéját, vagy maga alá húzza karját, behajlítja lábát, idegesen cikázva már is arrébb suhannak, vissza az árnyéktalanná világított kirakat üveg mögé, egy elhaladó villamos felragyogó utasterébe, vagy beleolvadnak egy beforduló autó felvillanó reflektorának fénycsóvájába, hogy aztán a leülepedő homályban lassan és tétován, de visszaszivárogjanak. Mert elevenebbek az árnyak, mint az élők. Akik csukott szemmel fekszenek, mozdulatlanul, és míg egyre nehezülő végtagjaikat és merev törzsüket húzza lefelé magához a föld, nyugtalan foltok futkosnak szana szét. Sok kis levegő lélek látogatása. Keresnek. Keresnek valamit. A testükön. Az árnyak.